Sziasztok! Gyertek be! Na, megmutatom nektek, beléptünk ide egy padlástérbe, és most képzeljétek magatokat 1871-ben Párizsban. Padlástér és a műterem. Gyertek beljebb! És itt a műterem. ...1974-ben kezdtem a pályát. Tehát az mindjárt 50 éve. Hosszú idő. Ebben sok minden történt. Mindig azt mondtam, hogy én nem konceptművészetet csinálok, és most az absztrakttal kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy ma az absztrakt van a művészetben arra szintre emelve, hogy az absztrakt az egyedüli elfogadható irányzat a képzőművészetben. Na most itt megint kell tegyek egy kis zárójelet, mert én ezt másképpen ítélem meg. Tehát az absztrakt az 1920-as években született meg. A művészetnek meg pontosan az a lényege, hogy a múltat meghaladni. Tehát akkor az absztrakt, amikor létrejött, azért jött létre, mert azt a jelent, amiben létrejött, azt valahogy meg kellett haladni. Na most mi visszanyúlunk az absztraktra, és felemeljük egy koncept rangra, hogy a művész az egy mélyen gondolkodó ember kell legyen, és akkor kérdezem én azt, amikor hallgatom a rádióban, amikor egy Bartókot, vagy egy Beethovent, vagy egy Schubertet hallgatsz, akkor arra gondolsz, hogy mi mondani valója volt neki, vagy csak eláraszt a gyönyörűséges zene. Én így festek. Tehát azt figyelem mindig, hogy az a felület és a felületnek a szépsége. Nekem minden képemnek az egy nagyon fontos dolga, a mesteremtől tanultam meg, ott van egy nagy kép a falon. És ő mindig azt mondta nekünk, hogy a kép úgy legyen megfestve, amikor a tanulmányainkat csináltuk, hogy azt mondta, hogy a kép jobb sarkától a bal felsőig és a bal alsótól a jobb felsőig, minden négyzetcentiméterre egyformán legyen megfestve, mert hogyha egy négyzetcentiméternyi felület hanyag, az azt jelenti, hogy annyi százalékban rosszabb a kép. Egy időben csak olajjal dolgoztam, mert az olajtechnikának megvan a maga szépsége, ami összehasonlíthatatlan mondjuk az akrillal. De az akrilnak megvan az a nagy előnye, hogy rettenetesen gyors technika. Tehát amikor akrillal dolgozom, amit akrillal meg tudok festeni, mondjuk egy óra alatt, azt olajjal meg tudom egy óra alatt festeni, de kell várjak 3 napot, hogy újból dolgozni tudjak rajta. Nagyon sok festő ezt ma nem is veszi figyelembe. Az én festői technikám arra alapszik, amit én valamikor megtanultam. Tehát réteges festészetet is művelek. Ez azt jelenti, hogy aláfestek valamit, hagyom, hogy megszáradjon, és vékony rétegben lazurozva teszem fel. Ma ezt nem nagyon használják, tehát ez olyan, hogy beszélek róla, és már nagyon kevesen értik, vagy tudják, vagy lehet, hogy értik és tudják, csak nem gyakorolják. De a különbség az, ez a lényeges, és főleg amikor én vastagabban teszem fel a festékanyagot a felületre, ezt sokan azért nem teszik fel, mert közben jön egy másik dolog. Nincs pénz arra, hogy megvedd, és akkor nagyon vékonyan fogjuk használni. Ez a prózai magyarázata.
Mert egy olyan képet, amelyikre késsel teszem fel, egy ilyen késsel teszem fel a festéket, és így veszem fel a festéket, és teszem fel a vászonra, más, ennyi festékkel megfest egy képet hígon, akvarelszerűen. Tehát ez csak a festői technika kérdése, és az anyagiaknak a kérdése. De a kifejezésnek is a kérdése, mert bizonyos dolgokat nem lehet kifejezni, csak bizonyos eszközökkel, és vagy bizonyos anyagmennyiségnek a használatával. Tehát a technikának a minősége, az meghatározza azt, hogy mit tudok festeni a képen. Én Kolozsváron tanultam 11 éven keresztül, 5 év liceum, 6 év egyetem. 11 évet voltam a legfogékonyabb éveimben, 14-től 26-27 éves koromig tanultam Kolozsváron. Ott alakultam emberként, művészként. Na most, a nagybányai példa az adva volt olyan értelemben, hogy ott volt a festőtelep, ott voltak a művészek az utcán. Az egy más városban élő gyereknek, erről rengeteget beszéltünk kollégáimmal, barátaimmal, nekik ez nem adatott meg, ami nekünk Nagybányán, hogy azokat a híres, neves művészeket, akiket ma milliókért árusítanak Budapesten a nagy galériákban, ott festettek Nagybányán, és mi ezeket láttuk. Tehát ez egy olyan példa volt, ami egy gyerekre fantasztikusan hatott. Tehát én kölyökként én emlékszem arra, hogy amikor végigmentünk a városon, és ott festett, vagy jött az utcán Mikola bácsi a vizslájával, elegánsan felöltözködve, és mindenki köszönt neki, román, magyar, mindenki köszönt, jó napot kívánok, mester, buona ziua, maestre, és azt mondtam a szüleimnek, hogy én is olyan akarok lenni, mint Mikola bácsi. Na, ha ilyen példa nincs, ha én evel nem találkozom, akkor lehet, hogy ma nem itt ülnénk, hanem valami sportpálya, vagy a lakásban, vagy valahol, mert focista lettem volna, hogyha nem csábít el, nem vonz be a művészet. Tehát, ha nincs lehetőséged arra, hogy találkozzál a művészettel, akkor lehet ma nagyon sok tehetséges fiatal azért nem lesz azzá, mert nem kerül kapcsolatba olyan emberekkel, akikre úgy hat. Hát nekem, ezt már rengetegszer elmondtam, hittanóráról jöttünk ki a cinteremben a templomból. Nagy Oszkár ott festett a lépcső mellett. Mi, amikor kijöttünk a hittanóráról, akkor hát felszabadultan, egy óra volt a hittanóra, úgy kellett ülni, és kimentünk, mindig volt valakinél egy kis gumilabda, letettünk köveket, és fociztunk, mert egy órára iskolába kellett menni. Egy óra volt arra, hogy ott focizzunk. Amikor kirohantunk a templomból, én mind a Disney filmekben a rajzfilm figura bevágtam a féket, mert Nagy Oszkár ott festett a lépcső mellett, és festette az István torony előtt álló feszületet és a fákat. És akkor én leültem Oszkár bácsi mellé, és néztem, hogy Oszkár bácsi hogy fest. És nem fociztam. Amikor nem volt Oszkár bácsi ott, akkor fociztam. Hogy ezek az élmények, hogy milyen fantasztikus hatással vannak arra az emberre, nem csak a művészetben, hanem bármiben. Amikor olyan példákat látsz, ha nincs ilyen példa, akkor mi indít el? Hát élményben kell részesüljél, kölyök korodban élményben. Képzőművészeti élményben kell részesüljél, be kell vigyen valaki a kiállításra, hogy az a gyerek rácsodálkozzon, nem arra, hogy olyan dolgokat lát a falon, amire apuka azt mondja, hogy hát ilyet, fiam, te is tudsz csinálni. Rembrandt örök életemben az egyik kedvenc festőm volt. Ezt azért tettem ki, mert ez egy olyan kép, amit itt a korzó előtti padokon ültek valami emberek, és mindenki mobiltelefonnal volt elfoglalva, és ez az az életérzés, ami megszülte ezt a képet,
tehát az az elidegenedett világ, amiben élünk, nem beszél senki senkivel, hanem leül, nyomogatja a mobiltelefonját, nem érdekli, hogy ki van mellette, nem érdekli, hogy ki van mögötte, nem beszélgetünk, hanem mindenki bezárkózik a saját maga kicsi világába. Na most akkor megadtam a választ is arra, hogy ez mit vált ki belőlem művészként. Ma a kiállító terembe, amikor bemennek az emberek, az első dolog, hogy oda mennek és a kép címét olvassák el. Én meg most azt szoktam csinálni, hogy a kiállításra a képeimnek nincsen címe. Nincsen címe. Én saját magam tapasztalatából és a közönséggel való kapcsolatomból már leszűrtem magamnak azt, hogy a kép, ha nem állít meg, a címe fölösleges, hogy megállítson. Mert csak oda fog jutni az ember, hogy a címét elolvasva azt fogja mondani az a néző, hogy ez a hülye művész, hogy miket talált ki egy ilyen címhez. Nem. Én nem csendéleteket festek. Ez a kiinduló pont. Én nem virágokat festek. Tehát senki nem tudja meghatározni, hogy azokon a képeken, amiken természetből ellopott formák vannak, hogy azok konkrétan, most hogyha erre a képre mutatok, ami itt van jobbra tőlem, hogy ez egy milyen virág, egy rózsa, vagy egy tulipán, vagy egy nem tudom, nem, semmi olyan nincsen. Tehát az életemben a természet az mindig egy nagyon nagy hatással volt rám, tehát ott nőttem fel, Nagybánya gyönyörűséges hegyvidékén, rengeteget kirándultunk, és meghatározó élmény volt a természetnek a szépsége. Az akkori nagybányai festészetet ez éltette, tájképfestészet volt. Na ma már úgy tájképet nem lehet festeni. A természetet úgy megfesteni ma amatőr szinten lehet megfesteni. Szép naplementét, szép vízpartot, amatőrös szép kategóriában értelmezve ezt a dolgot. Egy profi művésznek és nekem, aki az életem egy nagy részét, a szabad időmnek egy nagy részét a természetben töltöm. A biciklizésekkel mindig a természetre rábambulok, hogy milyen csodálatosan gazdag, változatos és szép. De nem az érdekel, hogy konkrétan maga az, amit látok, hanem abból én képileg, a képiség az azt jelenti, hogy egy adott felületen festékkel, ecsetekkel, rongyal, szivaccsal, késsel, akármivel egy adott felületen létrehozzak valamit, ami esetleg valahol utal a természetre. Nem absztrakt, mert természeti formákat dolgozok fel. Az absztraktnak a lényege az az, hogy semmi köze nincsen a természetben fellelhető formákhoz. Semmi. Semmi. Tehát az absztrakt az akkor absztrakt, amikor kened, vágod, ütöd, nem egy virágot látsz rajta, nem egy embert, vagy egy akármit látsz rajta. Én nekem ezek absztrahált képek, természeti motivumokból kiinduló dolgok, és a felületen ezeket úgy használom, hogy nem tudom még, hogy a vége mi lesz.